A hétvégi rendkívüli kormányinfón derült ki, hogy maradnak a tavaly bevezetett árstoppok december 31-ig. A holtankoljak.hu adatai szerint a 95-ös benzin jelenlegi piaci átlagára 624 forint. A legolcsóbb helyen 574 forintba kerül, de a legdrágább kútakon akár 784 forintot is elkérnek érte literenként. Ezek a változó árak hónapok óta nem érintik a legtöbb magyar autóst, hiszen a magánszemélyek, a taxik és a mezőgazdasági járművek tulajdonosai még mindig 480 forintos áron tankolnak, amennyiben felmutatják a magyar forgalmi engedélyüket. A tankolók véleménye megoszlik a rendeletről, de a legtöbben azért örülnek az ársapkának. Nem tudom így összességében, hogy ez most mennyire lesz, és mennyi ideig úgy. Az embernek közvetlenül az az érzés, hogy ez egy nagyon jó dolog, csak aztán, hogy hosszú távon ennek milyen következmény, ezt nem tudom. Nyilván mindenki örülne neki azért, hogyha munkába jár ugye rengeteg ember autóval, és egyértelmű, hogy jobb, hogyha egy 480-as áron tankolok. A napokban az autópálya matricák drasztikus áremelkedéséről szóltak a hírek, a Technológiai és Ipari Minisztérium most egy közleményben tudatta a pontos jövő évi árakat. A hazai gyorsforgalmi hálózat korábban sosem látott ütemben bővült 2010 óta. Az elmúlt években elkészült beruházásoknak köszönhetően már négysávos utakon autózhatunk Egerbe, Salgótarjánba, Sopronba, Szolnokra, Szombathelyre és Veszprémbe is. Szorosabbá váltak a magyar strádák nemzetközi összeköttetései. Magas színvonalú útkapcsolatok épültek ki Ausztria, Románia és Szlovákia felé, olvasható a közleményben. A korábbiakban elfogadott törvénymódosítás az útdíjak automatikus, infláció követő emelését tette lehetővé a tavalyi évtől. Az autókra, motorokra, buszokra és utánfutókra szóló éves matricák ára ennek ellenére nem a jelenlegi fogyasztói árindex szerint, hanem csak 5%-kal nő jövő januártól. A 13 hónapon át érvényes országos jogosultságot személygépkocsikra az infláció követő árnál közel 5000 forinttal olcsóban, 49.190 forintért lehet majd megvásárolni. A megyeit pedig majdnem 600 forinttal kevesebbért, még mindig rendkívül kedvező 5.720 forintos áron. Az éves díjtételekkel arányosított havi és heti e-matrica árak mostanáig elmaradtak az uniós irányelvben megengedett mértéktől. A havi autós jogosultság díja 8.900, a 10 napig használható heti pedig 5.500 forint lesz 2023 elejétől. A közlekedők még a benzinárstopp mellett is mindkét tétel többszörösét költik egyetlen tankolásnyi üzemanyagra. A hazánkon csak átutazók, rövidebb időtartamú jogosultságot váltók így nagyobb részt vállalnak az üzemeltetési és fenntartási költségekből, írják a minisztérium közleményében.